Na hát, szevasztok srácok! Mostanában tény, hogy kevesebb videót készítek. Nem nagyon van időm, meg téma se. Az időhiányból adódóan nem nagyon szoktam mászkálni mostanában sem erre sem. Hát a modelles videókból meg majd, hogy nem kifogytam, mindig ugyanazokat nem mutogathatom nektek. Viszont mégis kiválogattam a 10 legkedvesebb modellt a számomra a gyűjteményemből, ezeket fogom nektek most bemutatni, szóval tartsatok velem, hogyha gondoljátok. Nehéz a választás, hogy melyik az igazi elsődleges kedvenc modellem, igazából szerintem nincs is ilyen. Volt MDA 3001-es pályaszámú motorkocsi, amit Imi épített, de az visszakerült Imihez, hogy majd ugye készül helyette egy másik. Igazából az volt sok ideig az elsődleges modell a számomra. De most kiválogattam típus szerint, hogy melyikek a nagy kedvencek, és itt az egyik nagy kedvencem, ez a Zoltán modellek féle M63-as mozdony. Ugye amúgy is az M63-as egy nagyon különleges mozdony szerintem, vasút történeti szempontból is, igazi galanzos erőgép volt, és hát nagyon-nagyon népszerű a modellezők körében is, mindenki ilyet akart vásárolni, aki a magyar dízeleket szereti. Hát most ugye az MTB és az Ácsma is ki fogja adni, szóval tervben van, hogy majd mind a kettőt beszerzem idővel. Ugye ez egy kis szériás modell, annyi, hogy vakdugó sajnos nincs benne, úgyhogy én egyelőre nem bírtam még kipróbálni, hogy megy a pályán. De ettől függetlenül egy nagyon nagy kedvencem, szép részletgazdag mozdony, de hát ugye erről is van külön bemutató videó, most csak így néhány mondatban mutatom be őket. Akkor ugye gyári termékek is vannak a palettán, ugye a Pikónak a gyesebb Ludmilája, igaz, hogy azt mondják, hogy állítólag nem ennyi ablaka van az igazi gépnek, mármint ugye az igazi gyesevesnek. Én igazából nem foglalkoztam ezzel a témával, nem mentem bele annyira. Az a lényeg, hogy ez is egy Ludmilla is hozza a mozdonynak ezt a forma világát, tehát egy erőt képviselő formája van ennek a mozdonynak a valóságban is, és hát a modell az ugye hozza. Tehát ez az egyik kedvenc modellem, festése miatt is, meg azért is, mert Ludmilla, illetve ugye a részletessége, tehát azért mai Pico modellek azért már szerintem nagyon ott vannak a szeren. Akkor szintén egy Zoltán modellek féle M32-es mozdony, ez is egy kis kedvenc. A futása az nem, sajnos az nem nagyon jó, mert leesik a pályáról, könnyű. Lehet, hogy majd valami súlyt kellene bele szerezni, de a kidolgozottsága az nagyon-nagyon szép. Én nagyon szeretem ugye a magyar dízel mozdonyokat, ez a kedvenc témám, ezért az M32-es az kiemelt helyen van nyilván ebben a sorban. Ugyanúgy, ahogy a Bobó is például. Bobót azt nem hoztam most a listában. Bobóból is van többféle nekem modellben, de igazából én az MTB-s Bobóra pályázom majd, és akkor az fog a kedvencek közé kerülni. Imi Metal modelles MD-m is van, 3 darab jelenleg, de én azt kell, hogy mondjam, hogy a 3017-es tetszik a legjobban a festése miatt. Ebben nincsen hajtás, de akkor is MD a nagy kedvencem a valóságban is, és hát ugye modellben is a kedvencek között szerepel. Az lenne az igazi, ha lenne hozzá ilyen festésű mellékkocsi, illetve vezérlőkocsi is. Sajnos egyelőre még nincsen, viszont hallottam már olyan pletykákat, hogy az MTV-tán majd kijönne az MD-vel is, és nem tartom egyébként lehetetlennek. Újabb nagy kedvenc, szintén egy Imi Metal modelles modell. Kis Ulcer, vagy óriás Dacia, MNV-s színekben, ugye ezt már sokszor bemutattam nektek, nem hiába. Ez a mozdony szerintem nagyon jó formavilágot képvisel, és a festés az meg magáért beszélt, tehát ugye az MNV-s gépek festése nekem mindig is tetszett. Igazi nagy, hosszú dízel mozdony, jó festéssel, tehát ez eleve nagy kedvenc. Gyári modellekből még, amit nagyon szeretek, az a Trixnek a Skoda 109 sorozatú villanygépe. Cseh festésben. Van egy szlovák festésű gépem is, de ez az igazi. Tehát ez a színvilág, ez az ezüstös, kékes, ez nagyon jó, de ugye a magának a mozdonynak is a forma világa is nagyon megfogott. Egyébként ez az egyik legdrágább modellem, ugyanis ő digitális.
hangos ráadásul, de ugye mivel nekem nincs digitális pályám, így nem is tudom használni, csak analóg üzemben. NM és nohabokat nagyon szeretem, szintén ezekből a Kárpát vasutas a kedvencem, a valóságban is ezt tartom a legszebb nohabnak, egyébként a festése miatt, meg nagyon tetszenek ezek a pályakotrók, tehát ezek sokkal szebbek szerintem, mint az eredeti magyar nohaboknak a pályakotrói. Szóval ez a gép is itt van a listában. Itt van a listában egy szintén Kárpát vasutas kis Dacia, ími metál modelles, ebben nincsen hajtás. Ez meg egy nagyon ritka modell, maradjunk annyiban, hogy ezen kívül még talán egy vagy kettő létezik, és az enyém az egyik. Tehát ezt nagyon szeretem. Akkor újabb kis klasszikus, ez is ími metál modelles kis Dacia. Miért a kedvencem? Azért, mert M43-as, mávos kis dízel, ugye, mint az M32-es, vagy mint a Bobó, ezek eleve kedvenc kategóriába kerülnek nálam. És az MTB-t sokan sokan szeretik. Én szeretem az MTB-t, és van három darab ilyen öttengés motorkocsim, a Gyeseves ABB mot a kedvencem. Egyébként ezek közül a festése miatt igazából annyi a bajom ezekkel, hogy a pályámon nem igazán tud elmenni, mert forgóvasz beleütközik a betáplálási részbe. De hát ez nem a modell hibája igazából, majd ha lesz egy új pályám, akkor majd azon el tudnak menni. Ezek is ganzos motorvonatok, ugye nagyon szeretem őket, tehát eleve onnan jött ez a dolog, hogy ez már alapból kedvenc. Igazából úgy nézzük, kiemelni nem tudok konkrétan egy modellt, ez a 10 legkedvesebb modellem, de van még tényleg rengeteg, ezen kívül lehetne sorolni napokig, hogy miért szeretem ezeket a mozdonyokat, mindegyiknek megvan a saját története a modelleknek, mikor elmentem a modellboltba, vagy mikor megrendeltem. Nyilván ti is így vagytok ezzel, tehát ez csak egy ilyen kis rövid bemutató lett volna. Épül a 324-es gőzmozdonyom is, majd a héten festem már a tervek szerint, arról lesz egy bemutató videó. Építési napló nem készül róla, igazából nem volt kedvem hozzá, hogy én minden lépést felvegyek, meg összevagdossak, majd egy bemutató videó fog róla készülni. Lesz majd még egy ilyen gyerekvasutas videó is, a tervek szerint a hétvégén csinálok egyet. Aztán nem tudom, mi lesz még. Olaszország az már valószínű, hogy bejön a dolog. Május végén már intéztem a szabadjegyeket is, ki vannak töltve a kérelmek, meg minden. Szóval lesz olasz vasúti videó a tervek szerint. Meg osztrák vasúti videók is lesznek a tervek szerint. De ez tényleg május vége, addig meg majd jönnek a témák. Tervben van az MTB Bobónak a beszerzése, az MTB M63-asnak a beszerzése. Aztán, hogy mi hogy jön majd össze, ezt nem tudom. Minden esetre én köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Írjátok meg, hogy miről szeretnétek vasúti témában videókat, mert szívesen beszélek különböző témákról, hogyha szeretnétek. De mostanában tényleg kevés az időm, így eljárkálni helyekre nem nagyon volt lehetőségem. Hát szevasztok!